Balaton, ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes búsmesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból és ragyogó reménység a jövendőre. A magyar tenger mellékéért rajong így Eötvös Károly utazása Balaton körül című könyvében, élvezetes 900 oldalon át. Szerető kíváncsisággal járta a túl a Dunai tájat. Sorait olvasva elhisszük, a csodálat nem alaptalan. Nem volt és nem is lesz egyedül sem a csodálatban, sem a Balaton vidékének értékeit, szépségét méltató sorok, képsorok írásában. E kies tájunk tisztelőjének népes tábora hajdani évszázadok, ezredek, olykor milliók homályába tekint, ahol kezdetben föld és tenger küzdve osztozának, az eltolt jégnek ősi birtokán. Ahogy a Vörös Marti képzeletében küzdött egymással víz és föld, nagyjából úgy is történt. A Balaton mellékén évmilliók hosszú során át egymással birokra kelve emelkedett, süllyedt, gyűrődött a föld, áradt vagy apadt a víz. Kezdetben, a jó 400 millió évvel ezelőtti triász időszakban vala a tenger, aminek a mérétegeiben lerakódott üledék néhány 100 millió év alatt átalakult, majd hegységgé emelkedett. A szárazra került kőzetet, ennek maradványa a Káli-medencében felszínre bukkanó permi vörös homokkő, újabb évmilliók marták, pusztították, majd a lesüllyedő vidéket ismét elborította a tenger, amit Tétisznek nevez a tudomány. Ennek mélyén újabb üledéksorok keletkeztek, amit a Keszthelyi hegység vagy a Pécsei Vászói medence anyagaiban találhatunk meg. Egy szóval a tenger kőzet alakító munkája a triász után még 200 millió éven át folytatódott, egészen a Tétis tenger üledékeinek felgyűrődéséig, a szárazföld újabb győzelméig. Mintegy 12 millió éve támadásba lendült a folyékony ember. A lesüllyedt hegyek helyét a sekély Pannon-tenger foglalta el. A felső Pannon üledéksorait a tihanyi partfalban láthatjuk. A tengert a beleömlő folyók hordaléka feltöltötte, és a kialakult síkság alatt körülbelül 7 millió éve kontinenseket formáló kéregmozgások kezdődtek. Megindult a föld döntő támadása a tenger ellen. A feltörekvő tüzes magma áthaladva a vízben gazdag Pannon üledéksorokon, még a felszín alatt hatalmas gőz- és gázrobbanásokat okozott, amelyek áttörték a felső rétegeket. A kürtőből kilövelt bazalttufa az útjába kerülő, színükben is változatos kőzetrétegek leszakított darabjait is magával sodorta. A homokalapzatra ömlő bazalt megszilárdulva csodás orgonákká formálódó kemény kőzetté alakult. Így születtek a bazaltsapkás tanúhegyek, a Balaton felvidék jelképei. A tihanyi félszigeten a nagy vulkánosságot utóvulkáni működés is követte. A mélyből a lebedések mentén karbonát és kovatartalmú forró víz tört föl, mely hirtelen lehűlve, a felszínre kicsapódva forráskúpok, gejzirit kúpok formájában rakódott le. E hajdan több száz kúp, köztük az aranyház is, mely nevét a napfényben aranyló zuzmó telepekről kapta, a tihanyi félsziget Európa diplomával elismert geológiai hírességei. A kőtengerek is a vulkáni utóműködés értékes földtani képződményei.
A legendás kőlepények a Káli-medence ékességei Salföld, Szentbék Kála, Kővágó őrs körzetében. Néhány tízezer évvel ezelőtt a föld tört rendületlenül előre, lassan emelkedni kezdett a Bakony, majd vele szemben a Somogyi dombság is. A róluk összefutó patakok a laza homokvidék mélyülő árkába gyűltek. Az éghajlat csapadékosabbá válásával az egyre nagyobb hozamú vízfolyások, a hegyvonulat és a dombok közé ékelődő kisebb tavakat tápláltak. A Balaton-medence álló vízsorozata a jégkorszak elmúltával jelentősen megduzzadt. Az elválasztó homokgátak elmosódtak, az egyesülő kis tavakból körülbelül 10 000 éve létrejött a mainál jóval nagyobb területű tó. A Balaton ma Nyugat- és Közép-Európa legnagyobb sekélyvízű tava. Ja, a mérkőzés. Föld kontra víz. Itt és most a küzdőfelek kiegyeztek egy döntetlenben. Valaha ilyen volt a part, mint itt a Tihanyi Nyereghegy aljában. A Bozsai öböl, a Balaton talán egyetlen, csak nem háborítatlanul megmaradt nádasa. A nyílt víz sejmes, sárgás, barnás a levegő homokszemcséktől. Változatos hínár növényzet tenyészik benne. A szövevényben magát faágnak álcázva rejtőzködik egy ragadozó, a botpoloska. Reszkedhet tőle minden ízelt lábú, neki viszont nem kell tartania senkitől. De éjszaka jobb, ha vigyáz. Akkor vadászik a mocsári teknős. Mindenre, ami él és mozog, meg arra is, ami nem. Mindegy, hogy éle, hale, jöhet béka, rovar, csiga, hal, féreg. Kedvelt hínarasát nádtenger keretezi. A Bozsai öböl nádöve a természetre van bízva, aratatlan, vegyeskorú nádas. A Balatont 1100 hektáron övezi ilyen szegély, mely igazán osztatlan tömegben életképes. Strandokkal, beállókkal szétszaddalva pusztulni kezd. Így pedig már nem védi a partot az elmosódástól, és nem töltheti be másik funkcióját sem. Nem tud a benne élőhelyet találó növényeknek, állatoknak zavartalan életteret biztosítani. Vagy kipusztulnak, vagy elvándorolnak. Ne siess, pihenj. Hallod a fák zúgását? Valamit üzennek. Az ember megáll, hallgatja a zúgást, és egyszerre megérti, hogy kár volt sietni. A széljártató felülről csupa titok, szín és fény. És a festő, aki a palettán mindezt kikeveri, a szél. Márai Sátor. Szerencsére a levegő madarainak van hová költözniük, a strand papucsosok zsivajgása, az új honfoglalók tanyái elől. Tihanynál ott a külső tó, a Káli-medence kornyi tava, a Tapolcai-medence újjászülető nádas mezője, vagy maga a kis Balaton. Májusi hajnal. Levegő pára, egyhangú nádas rejti a természet pazar gazdagságát. Menedék ez. Körbeveszi áthatolhatatlan bozót, meglábolhatatlan víz, meg a védelmező ember akarata. Ehelyt ringott a Honi Madár és Természetvédelem bölcsője. A Magyar Madártani Intézet alkalmazásában itt dolgozott hazánkban először 1922-től Hócsab őr, azaz fizetett természetvédelmi őr, Gulyás József halászmester személyében. A Kis Balaton ma európai jelentőségű madár élőhely, fokozottan védett, nemzetközileg nyilvántartott vizes élőhely, úgynevezett Ramsári terület.
250 madárfajt észleltek már, melyből 27 fokozottan védett, 110 fészkelő. A vizen, a szigeteken, a belegben, a fákon lassan ébred a madárvilág. Fekete István Tüskevárában mondja az öreg Matula. Ez a Zalavize. Amíg nem volt gátja, ment amerre akart. Akkor látta volna. Felhő volt madárból. De hát elfogy minden. Ám bár most itt már nem bántatja őket senki. Mert ez természetvédelmi terület. Így mondják. És ez igen okosan van. A Kis Balaton a nagy tó egyik medencéje volt. A jókora mocsárral szegélyezett vízbe folyó Zala észrevétlenül csatlakozott belé kiterjedt bozótjával. A környező talajvédő erdők teljes kivágásával a belemosódó hordalék mocsárrá változtatta. Ezt a szántóföldhöz jutás reményében elkezdték szárítani, lecsapolni. A Zalát pedig mederbe terelve a kerthelyi öbölbe vezették. Ahogy zsugorodott a perek, úgy iszaposodott el a keszthelyi öböl. Szükségessé vált a Kis Balaton védőrendszer kialakítása. A rekonstrukció 2 évtized alatt a hajdanira hajazó mocsárvilág madárparadicsom újjáéledését tette lehetővé. A Kis Balatonon és a természetes vízpartokon a nádast bokorfüzekkel tarkított magassásos követi. Az egyre szárazabb térszíneken mocsárrétek, láprétek, láperdőfoltok időszakosan vízjárta kaszáló rétek váltják egymást. Ilyen élőhelyek a Balaton felvidék más részein is előfordulnak. Borbás Vince, egyik legnagyobb botanikusunk, a süppedős rét alig hihető ritkaságát a lisztes kankalint fedezte fel 1900-ban a Lesence Tomai lápon. A Balaton felvidéki nemzeti park címernövényét ma itt is, de főként a Káli-medence sázsdi rétjén csodálhatjuk meg. Ez a rózsaszín szépség együtt lélegzett a mamutokkal és a kartfogú tigrissel az utolsó jégkorszak idején. De hova lett a tavalyi hó, mondaná azokról Villon, Faludi fordításában. Kipusztultak, felmelegedett. Nem így a lisztes kankalin. Túlélt néhány klímaváltozást, de még a lecsapolások korát, kárát is. Az alig hihető ritkaságok mellett a Balaton felvidék vízjárta rétjei szerencsére meg annyi felsorolni is sok értékes növényfajjal büszkélkedhetnek. Csukrot kötöttünk belőlük. Szárazabb, kétszékűekben gazdag kaszáló rétekhez, jellemző táplálékforrásához ragaszkodik egy fokozottan védett szöcske, a magyar tarsza. Ragaszkodásának másik oka, csökevényes szárnya röpképtelenné teszi. Csak itt élő, benszülött, endemikus faj. Kora tavasszal jelenik meg, ezért a gyepek égetése a korai, az élőhely fenntartásához egyébként elengedhetetlenül szükséges kaszálás veszélyezteti. Mi
Igen, tisztelt nagy érdemű. Most következik a száraz gyepek bohóca, a jó ízű falánkság herkulese, a villámlábú mindannyiunk kedvence, a szárnyas vadászokat is beleértve. Hölgyeim és uraim, az Ürge! Az Ürge, száraz gyepek, e jellemző faja nem csak önmagáért értékes. Védelme, visszatelepítése a Balaton felvidéken is kiemelten fontos ragadozó madarak érdekét is szolgálja, biztosítva számukra a helyhez kötő, állandó táplálékforrást. Az alföldi erdőszcseppek élővilága a Balaton felvidék középhegységeinek peremén találkozik a hegységek zárt erdeinek növény- és állatvilágával. Íme egy csokorra való a sztyeprétek, bokorerdők, erdőszélek értékes virágaiból. Száraz réteg fűtengerének van bohóca, hát van véreskező, tragikus hőse is. Rudy Macbeth szerepében az imádkozó sáska, művész nevén az ájtatos manó. A nagyrészt erdőkkel borított, a lejtőkön természetes tisztásokkal tagolt hegyi erdősztyep fajgazdagsága a növénytársulások sokfélesége miatt jelentős. Az erdőszélek jó rész cserjék, néhol cserszömörcék lakta színpompás tájain, több különlegesség is fennmaradt és jól érzi magát. Ilyen például a Szent György hegy Cselling páfránya, mely a jégkorszakot megelőző melegidők maradványfaja, a magyar flóra egyik legritkább növénye. Könnyen felmelegedő bazaltjáért szereti a badacsonyi sziklaorgonákat a repedésekbe kapaszkodó sziklai ternye. A hegyi erdősztyep sok helyütt már csak foltokban maradt fenn a civilizált területekkel szabdalt tájban. Természetes és kultúrtáj összeolvadásának színpompás és jó illatú példája az egyedülálló tihanyi öreg levendulás. 1926-ban ültették gyógynövénytermesztési céllal. A melegkedvelő ültetvény felhagyása után a szubmediterrán klímának köszönhetően az őshonos bokorerdei fajok visszatelepültek a levendula bokrok és mandulafák közé. Júniusban itt lengeti a szél a ritkaság számba menő gyapjas gyűszű virágot. Az erdő elhatalmasodása ellen kaszálással, legeltetéssel, a levendulás művelésével tartják fenn ezt a ritka élőhelyet. A Balaton felvidék, hadd lehessünk egy kicsit részrehajlók, talán legmegkapóbb helye az erdősztyeppek közé tartozó vöröstói fáslegelő. Dolomitba, vagy inkább a múltba kapaszkodó göcsörtös faderék. Égbe kívánkozó, tekintélyes fakorona. Az egyik legszebb fájé, egy tölgyé. Éjjeli nagy páva szemsimul oldalához. Kis hőscincér kapaszkodik rajta. Tünékeny apróságok és századok sokat megélt tanulja. Áll rendületlenül a legelő egy tenyérnyi foltján. Várakozik a múló időre, legelő állatra, hogy rétje, erdeje, meg ő is együtt fennmaradhasson. Zárt erdő veszi át az uralmat, ott is teremnek szemed gyönyörködtető csodák. A szolid, mégis lenyűgözően szép kis apolló lepke a hűvösebb bükkösök, tölgyesek aljában virító keltikén tápnövényén kapaszkodik hernyókorában, hogy májusban szárnyat bontson. Az edericsi elegyes karszterdőben a sipostoroknál kerülhet elénk a tövises cincér.
A medvehagymától pompázó, illatozó, bükkelegyes gyertyános tölgyes ad otthont az elegáns gyászcincérnek. A nyíltabb, lombos erdőkben találkozhatunk a lábatlan gyíkkal. Emberi táj ez. Dolgos kéz alkotta, magának formálgatva a lét kényszerek kedve szerint, s nyájassá szelidült a kietlenség, a vadonból emberi otthon lett életadó hagyomány. Keresztúri Dezső, a költő, dunántúli hexametereiben a kietlen vadon szelidül az emberhez. Mennyire másképp látja ezt a szelidítést Csolnoki Jenő, a geográfus. A nyaralók addig kezdték szorgalmazni a vidék fejlesztését, amíg elkezdhették siratni mindazt, ami a fejlesztés igyekezete folytán ment veszendőbe. A Balatonfelvidék mozgalmas történelmű kultúrtáj. A hagyományos paraszti gazdálkodás, a szőlő és gyümölcstermesztés, a rétgazdálkodás sok évszázados hagyománya szelíden, önfenntartóan formálta át a tájat. A későbbi korok felgyorsult társadalmi és gazdasági fejlődése drasztikusabb táj átalakító volt. Néhány kulcsszó: lecsapolás, külszíni bányászat, beépítés, betelepített agresszív tájidegen fajok. Ha már egyszer átalakítottuk e tájat, nem hagyhatjuk magára. Az élőhelyeket, a természeti értékeket már csak az ember aktív közreműködésével lehet megvédeni. A természetes folyamatok elősegítésével, a káros emberi hatások erőteljes mérséklésével, az eredeti állapotok visszaállításával. Egri József írja naplójában: egy nemzetnél nem csak az a fontos, vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. A megbecsülők között mindenek előtt ott a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, mely 1997 óta védi dunántúli földtani értékeinket a kiemelkedő növény- és állatfajokkal büszkeségre okot adó élővilágot. E turisztikailag is jelentős tájon több bemutatóhellyel, tanösvénnyel, szakvezetéssel, nyílt napokkal várja az ide látogatókat, hogy megismertesse értékeinket. Balatonfelvidék előtt tisztelgő munkánkat Jókai Mór szavaival ajánljuk figyelmükbe. Ha gazda vagyok, a Tisza mellék Dunájának adom az első rangot. Ha politikus vagyok, Erdélybe leszek szerelmes. De mint költő, a Balatonvidékének nyújtom a szépség almáját. Csak az az egy fáj, hogy nem tudom azt olyan szépen leírni, mint amilyennek láttam.